Jó estét kívánok, köszöntöm a közügyek nézőit. A mai témákból milyen hátrányos helyzetbe kerülhetnek a vajdasági magyar fiatalok, amiatt, hogy nem tudnak szerbül. Egyre több magyarországi bankol itthon, nálunk Szerbiában. A digitális műsorszórás is megkezdődhet, legalábbis próbaszinten az országban, hogy ez mit akar. Erre is választ keresünk, és arra is, hogy mi lesz a Topolyai Színházterem sorsa, kezdünk. A stúdióban már itt van Lengyel László, a Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási tanácsosa, Weiss Veszna szerb tanár és Dognár Alexander szintén szerb tanár. A szerb nyelvi képzéssel kezdjük, és egyáltalán a vajdasági magyar fiataloknak a szerb nyelv tudásával, illetve nem tudásával. Nagyon sok fiatal kerül hátrányos helyzetbe, vagy az iskolában, vagy azt követően a továbbtanulásban, a munkavállalás és a mindennapi élet területén, amiatt, mert nem tanulta meg jól az államnyelvet. Hol a gond, hova kereste rá a választ? A többségben magyar alatt a közegben élő vajdasági magyar fiataloknak problémát jelent a szerb nyelv elsajátítása. Nálam sem más a helyzet. Miután szülőfalumból, Bács-Kossuth-falváról Szabadkára kerültem, sokat fejlődött a nyelvtudásom. Azonban még mindig bizonytalanságot érzek, ha szerbül kell megszólalnom. Környezetemben sokan vannak hozzám hasonló helyzetben. Vannak-e problémáid a szerb nyelvtudással? Igen, akad némi. Főleg a gyakorlat miatt, hogy keveset használom. Miért használod keveset a szerb nyelvet? A környezet, ahol élek, az szinte teljesen magyar, én Horgosról származom, és szinte a szerb ajkúak is magyarul beszélnek, szinte kizárólag. Az igazság, hogy nem tudok, mert mivel hogy olyan helyen élek, ahol nem tudnak az emberek szerbül, nincs is sok szerb, akivel megtanulhattam volna, az iskolában pedig nem kaptunk olyan oktatást, ami által megtanultunk volna. Az iskolában szerinted meg lehet tanulni szerbül? Véleményem szerint fontos az iskolában is foglalkozni a szerb nyelvvel, de szerintem nyelvet úgy lehet legkönnyebben megtanulni, ha azt alkalmazzuk a mindennapi életben. Azt hiszem, hogy az a tudás nem elegendő, vagy az a kapott információ nem elegendő, hiszen nyelvet nem lehet megtanulni teljes mértékben könyvből. Azt gyakorolni kell használni. Az egyetem választásnál befolyásolt az, hogy nem tud szerbül? Igen, merőben befolyásolt, azért is iratkoztam magyar egyetemre. Nagy hátrányt jelentett most az egyetem választásában, ugyanis nagyon sokan féltek a szerb nyelvtől, és esetleg ezért nem írták be azt az egyetemet, amit szerettek volna. Kutatások szerint a vajdasági magyar fiatalok karrierjét nagyban befolyásolja a nyelvtudásuk. A szerb nyelv hiányos ismerete nehezíti a szakmai előrejutásukat. Az oktatásban a jelenlegi tanterv nem veszi figyelembe a gyerekek nyelvismeretét. Ugyanolyan tanulási sebességre kényszeríti azokat a gyerekeket, akik minden nap találkoznak a szerb nyelvvel, mint azokat, akik csak tanórán találkoznak az államnyelvvel. Nem lehet ugyanúgy kezelni a szerb nyelv oktatását a szórványmagyarság környezetében, mint a tömmagyarság környezetében. És a jelenlegi tantervek ezt természetesen nem veszik figyelembe, mivel hogy nem is itt készülnek Vajdaságban, mert ugye a nemzeti tanácsokról szóló törvényben is csak az áll, hogy erről a tantervről is a Nemzeti Tanács, illetve a Vajdasági Pedagógiai Intézet véleményt mondhat csak, tehát nem vesz részt a törvény, vagyis a tantervnek a kidolgozásában. A Vajdasági Pedagógiai Intézet 2007-ben kidolgozta a szerb nyelv oktatásáról szóló tantervet, amely figyelembe veszi a gyerekek nyelvi ismereteit. Az intézet elküldte a tervet az Oktatási Minisztériumnak. Válasz két évvel később, 2009-ben érkezett, miszerint a minisztérium tudomásul veszi, hogy a gyermekek nyelvi tudása nincs azonos szinten. Ám a szerb, mint nem anyanyelv oktatásának menetét csak akkor módosíthatják, ha az összes többi tantárgy tervét is megváltoztatják. Az MNT felsőoktatási ösztöndíj programja keretében nagyon sok olyan adat is napvilágra került, amely a fiatalok mindennapjaival kapcsolatos. Így például van-e arra vonatkozó adat, hogy hány vajdasági magyar fiatal dönt másképpen a továbbtanulást illetően, mint ahogy azt tervezi, vagy amire kapacitása van épp a nyelvi hátrány miatt? Azt láthatjuk a rendelkezésre álló kínálatból, hogy a területünkön magyar nyelven oktatott szakok
túl zsúfoltak azokhoz képest, amit nem oktatnak magyar nyelven. A bejátszóban is elhangzott, az egyik megszólaló lány mondta azt, hogy egyértelmű volt számára az, amikor az egyetem mellett döntött, hogy magyar nyelven tanulhat. Igen, és ez legmarkánsabban a főiskolákra való, a magyar nyelvű főiskolákra való jelentkezésben látszik, ami több szempontból is problematikus, mert utána a munkahely lehetősége, a tanulás lehetősége is akadályoztatva lehet, illetve hát nem azt választják, amire éppen ők leginkább valók lennének, és az érdeklődési körüknek megfelelő lenne. Tehát mindenképp ezen a témán változtatni kellene, két módon. Az alaptantervet is meg kellene változtatni, illetve hát az MNT azon dolgozik, hogy mind több módon, mind több ponton próbáljon olyan szernyelvi kurzusokat rendelkezésre bocsátani, amik az emberekbe, a diákokba föloldják ezeket a gátakat. Mindjárt visszatérünk erre a témára, előtte azonban a két szertanárt kérdezném. Nagyban bólogattak itt, még a fiatalok nyilatkoztak a bejátszóban, valószínűleg akkor egyet értenek velük. Miért nem tanítjuk jól, illetve miért nem tanulják meg jól a gyerekek a szernyelvet az iskolában? Az lenne a dolga iskolának is, diáknak is. Hát igen, az elég összetett kérdés. Szóval ki kellene fejleszteni sokkal jobban a módszertant. A kolléganő valamennyit mondott erről, beszélt arról, hogy nem lehet egyformán tanítani gyereket Újvidéken, aki minden nap találkozik a nyelvvel. Ott már gazdag szókincs van, jó nyelvtan, ismeret, és ő már tud beszélni. Szóval bővíteni kell arra, hogy nyugodtan iratkozom be Újvidékre szerbül egyetemre, és nem lesz gondja. És teljesen, de teljesen másképp, majdnem mint idegen nyelvet kell tanítani a gyereket, aki többek közt itt beszélt, horgosi gyereket például, mert ő igazából csak az orrán találkozik a nyelvvel, ritkán azon kívül. Na hát ennek a részének az igazi probléma csak itt van. Az újvidéki gyerekkel kapcsolatosan nincs probléma, ő eljut Újvidékre egyetemre, szerb nyelven, és ebből neki nincs problémája. Nekünk csak az a gond, hogy a homogén környezet, a horgos típusú környezetre még mindig nem dolgoztunk, illetve nem létezik, illetve szerintem nagyon egy oldal sem próbálkozik, úgy érzem, találni jó módszertant, mert az angolt azért tanulják meg ilyen gyorsan, mert évek óta fejlesztik az angolok az angol nyelv, mint idegen nyelv tanulásának a módszereit. Az általános iskolában a gyerekek hogy találkoznak először a szerb nyelvvel? Azért ez is fontos kérdés. Én Széchenyi iskolában dolgozok, ott Kelebia közel van, az is egy homogén környezet, úgyhogy a gyerekek, gondolom, hogy legtöbb gyerek az első osztályban találkozik szerb nyelvvel. Hallom sokszor azt, hogy megijednek rögtön az első pillanatban, kialakul egy fal, hogy én erre nem vagyok képes, jön egy olyan élethelyzet, amikor bemegy a sarkiból, venne egy kenyeret, nem értik, kinevetik, és onnantól kezdve azért nehéz feloldani a félelmet. Nehéz feloldani, igen, de azért mi most ott törődünk másképpen dolgozni. Szóval a terv borzasztó, széles, sűrű, sok új anyagot át kell venni, nagyon kevés idő marad ismétlésre, gyakorlásra, de azért mi ott az iskolában tanárokkal megbeszéltünk, hogy használjuk ilyen modern módszereket, hogy minél jobban gyerekek megtanuljanak, hogy megszeressenek szerint. Irodalmat, nyelvtant, vagy pedig hétköznapi beszédet tanulnak a gyerekek az iskolában? Hát, nekünk szerencsénk van, hogy az iskolában van egy kabinet, ahol számítógép, vetítő, internet van, és amikor az idő megengedi, és szoktunk használni, nézni rajzfilmeket, amelyeket a gyerekek utána átmesélik szerb nyelven, DVD-ket használunk, PowerPoint prezentációkat használunk, és legtöbbször szoktunk ilyen kommunikatív módszereket használni. Például gyakorolunk, hogy mit kell mondani, ha bemész a boltba, hogyan kell viselkedni. És ez bankban. Heti hány órában történik? Háromszor hetente. Elég az? Hát az minimum, de nyolcadikban még kevesebb, nyolcadikban kettő óra van. Ön a Kosztolányi Nyelvi Gimnáziumban tanított, jobb a helyzet? Ott heti kettővel egész elsőtől negyedikig. Két óra igazából kevés, de nekik más tantárgyak is vannak, úgyhogy mi nem mondhatjuk azt, hogy jó volna, ha öt óra volna.
van más tantárgy is, és így is elsőtől nyolcadikig az nyelvi gimnáziumban ugye azért iratkozik egy diák, mert hogy szereti a nyelveket, jó, hogy neki vagy az angol, vagy a német. Azért az általánosíthat, hogyha valakinek jól megy vagy az angol, vagy a német, akkor fogékonyabb például a szerb nyelv megtanulása iránt is? Lehet, hogy nem annyira, attól függ. Köztük tényleg vannak gyerekek, akik nagyon gyorsan tanulnak. Vannak gyerekek, akik angolból is tökéletesek, vannak, akik szerbű voltan tanulónk, aki Újvidékre szerb irodalomra iratkozott, és magyar iskolába járt, ugye? Szóval vannak gyerekek, akik tényleg tehetségesek, és azoknak tényleg nem nagy okot okoz a szerb nyelvtanulás, és persze vannak azok, akiknek jóval-jóval többet kell dolgozni. De átlagban szerintem megtanulnak elég. Az MNT megint kampányol, ugye kezdődik lassan majd az újabb leendő egyetemistáknak a felkutatása, meggyőzése adott esetben. Mit tapasztalnak most, miért döntenek a fiatalok úgy, ahogy döntenek az egyetem vagy főiskola vagy a szakok mellett? Az idei döntést nagyban befolyásolja a megváltozott magyarországi felsőoktatási helyzet, illetve a támogatott hallgatói helyeknek a lecsökkenése. Ez az egyik, amit észreveszünk. De többen lesznek most majd Szerbiában. Várhatóan többen szeretnének itt tanulni. A másik, ami befolyásolja szintén az előbb említett témakör, hogy a jelen pillanatban tiszamenti önkormányzatokba voltunk. Beszéltünk az iskolaigazgatókkal és a végzős magyar osztályok osztályfőnökeivel. Mindenki azt mondta, hogy legnagyobb gát, amitől a gyerekek leginkább félnek, az a szerb nyelv nem tudása. Hát ott él ugye a tömmagyarság, és amikor nézzük a statisztikákat, egyértelműen kiderül, hogy minél közelebb van az önkormányzat a magyar határtól, annál kevesebb az újvidéki egyetemre iratkozó, vagyis hát az itteni egyetemekre iratkozó diákok létszáma, vagyis az ösztöndíjasaink száma. Na most ezzel a mi kis ismertető körutunkkal hát azt is szeretnénk nekik mondani, illetve szervezni számukra, hogy ez a szerb nyelvi felkészítő program, ami a tavalyi évben már megvalósult az Újvidéki Egyetemen, és ez ugye már azoknak járt, akik bejutottak. Most már első évesek. Így van. Na most ezt a programot az idén is megszervezzük az érdeklődőknek, illetve azt tervezzük, hogy már a harmadéveseknek megszervezzük egy kisebb formában, nyári szünidei hónapokban, hogy ők meglássák azt, hogy képesek, milyen gyorsan képesek fölzárkózni, és ne ott a finishben, amikor már a fölvételére készülnek, akkor kelljen a szerb nyelvet is tanulniuk, hanem kapjanak egy kis bátorságot, bátorítást arra, hogy ők képesek ebben a nyelvben is fölzárkózni olyan szintre. Mi az, amit a szerb nyelvi felzárkóztató képzés tud, a tanterv meg nem tud? Nálunk az alsó, vagyis az általános iskolában van egy nagy gond, az, hogy egy tankönyv van minden kisebbségi nemzetiségnek. Szóval egy horvát vagy szlovák tanuló jobban tud megérteni a szöveget, gyorsabban megérti, megtanul mindent, mint egy magyar tanuló. Azért többször is a gyűléseken, a szakmai gyűléseken, tanfolyamokon kértünk, hogy magyar tagozatoknak legyen egy külön könyv, hogy jobban tudjuk velük dolgozni. Igen, erről van szó, hogy ezek az állami könyvek, azok irodalomszövegeken alapoznak középiskolán teljes, szóval Iva Andrics részlete is nem adaptálva, hanem egy az egybe. Ez megfelel, amit mondom, mindig újvidéki gyereknek. De ha ezt próbáljuk ráerőszakolni a horgosi gyerekre, akkor teljesen le fog blokkolni, mert itt nincsen kommunikációs gyakorlat, szóval ők nem tanulják az alapnyelvtant, az alapmondatokat, alapkommunikációt. Úgyhogy akkor neki ez totál nem is éri meg, inkább ne is legyen az órán, hanem pihenjen. Mert irodalmi szöveg nyelv nem tudásával egyszerre nem tud működni. És csak ez a különbség, hogy ilyen kommunikatív nyelv, mindennapi szavak, mindennapi nyelvtani helyzetek, múlt jelen jövő időt így is, úgy is muszáj tanulni, még ha csak kommunikálni akarunk, akkor sem mindegy, hogy itt vagyok, hogy itt voltam. Nagyon messze áll a magyar nyelv a szerb nyelvtől, tehát alapvetően összehasonlítási alapja sincs a fiatalnak, nem tud miben kapaszkodni. Ez nem gond, angol és kínai nyelv között szintén nagy a különbség, és angolok nagyon jó tankönyveket kidolgoznak. Kínai tanulóknak
hogy ők gyorsan tanulnak. Szóval interferencia létezik, az interferenciával a tudósok foglalkoznak, nyelvészek ezt az interferenciát igénybe veszik, illetve felfigyelnek rá, amikor készítik ezeket a kommunikációs gyakorlatokat. Szóval ez igazából nem volna probléma, ha mi ezt tényleg fejlesztenénk, és ha tényleg valaki ezzel akarna hosszabb, nem egy évig, két évig foglalkozni, hanem hosszabb ideig, ez könnyen. A magyar közösség akar ezzel a problémával foglalkozni, legalábbis abból, ami a bejátszóból is kijött, hogy már régóta terítéken van ez a kérdés, készültek már tantervek is, két év késéssel jött a válasz, és úgy tudom, most is várnak. Most is várunk egy válaszra, ez az egyik, a másik pedig, hogy nem csak magyar emberek mondták ezt, hanem például Óbecsén, ami ugye 50-50%-os lakosságú, mind a három iskola igazgatója, szerb nemzetiségű, és ők is ezt tartják a legnagyobb problémának, és ők is kimondták ezt, hogy nem megfelelő az irodalmi szintű szerb nyelvű szövegek értelmezése, amikor a diák nem tud egy kenyeret megvenni a boltban. És most mire várunk konkrétan, mert megerősítette, hogy várunk? Hát az általános iskolai tanterv módosítására. De erre tehát volt valamilyen újabb kezdeményezés? Hát be van adva egy kezdeményezés, amire még nem jött válasz. Mikor adták be, ha ezt még meg lehetne tudni? Hát a kolléganőm foglalkozik ezzel, tudomásom szerint másfél éve. Akkor továbbra is várunk. Egyébként az MNT tekintetben milyen lépésekre készül már most, hogy a középiskolásoknak segítsen? Említette a három év, hogy a harmadéveseknek indítanak majd szintén tanfolyamot. Milyen bátorítást tudnak még adni, hiszen az ösztöndi program kapcsán is előjött az, hogy már egy lelki bátorítás is milyen sokat jelent a fiataloknak. Tehát több ponton próbáljuk ezt a szerb nyelvi oktatást bevezetni, amely egy olyan programon alapszik, amit a külföldi cserediákok részére szerb nyelv, mint idegen nyelv oktatását vezetett be az Újvidéki Egyetem. Ezt a programot adaptáljuk, egyszer az egyetemre beiratkozni vágyók részére, egyszer most próbáljuk ezt kiterjeszteni a harmadik évre, és egyszer pedig azok részére, akik Magyarországon járnak egyetemre, de olyan hiányszakokon, hogy itthon nagy szükség lenne rájuk, és haza szeretnének jönni, és a beilleszkedésben, a munkavállalásban akadály nekik a szerb nyelv ismerete. Mit lehetne tanácsolni a szülőknek? Hogyan mozdítsák elő akár ők otthon egy kicsit a gyereknek a szerb nyelvtudását? Hallottam olyan családokról, ahol felváltva beszélnek a gyerekkel mondjuk hétfőn meg szerdán szerbül, vagy az apuka délelőtt szerbül, az anyuka magyarul fordítva. Jó megoldás ez? Inkább zenét hallgasson, tévét nézen, és próbáljanak találni valami érdekes a gyerekfilmeket, vagy bármit, mert ha a szülő beszél vele szerbül, és a szülő már hibázik például, mert nem beszél jó, akkor a gyereknek ez jó. Ez rögzül, úgy van. Szegényke meg fogja tanulni, de megint ugyanazzal a kellemetlenséggel fog egy nap találkozni, hogy valaki kijavítja, kineveti. Úgyhogy szerintem inkább barátkozzanak, ha tudnak valakivel, akinek szerb az anyanyelve, vagy első idegen, vagy első nyelv, és valamilyen filmeket. Zene az mindig jól jön, mert zenét a fiatalok szeretik, és a zene valami, ami összekötheti a nyelvet és a tudást valami módon. A legérdekesebben. Nem, legalább képregények valami. Az olvasás is segíthet, igen. Úgy van, csak ez már egy másik probléma, hogy olvasnak-e igen. A fiatalok. Ez de egyébként igen. Barátkoznak a szerb meg a magyar fiatalok? Mit tudnak erről mondani iskolán belül? A helyzetekben, ahol mind a két oldal nem tudja annak a másiknak a nyelvét, akkor ebből már eleve nem lehet. Csak ott van az a feltétel, ha valamennyire egymás nyelvét ismerik, és persze vannak extrém példák jó irányban is, még rossz irányban is. Mind a kettő létezik, mind a két irány létezik. És léteznek azok a vegyes gyerekek, akik valószínűleg legjobban összekötő kapocsa a két nyelv közt. Köszönöm szépen mindannyiuknak, hogy itt voltak. Szívesen. Egyre több magyarországi tartja szerbiai bankokban a pénzét, az OTP-t is nagyon sokan választják, hogy ez miért van. Úgy mutatjuk előbb bejátszóban, utána pedig a vendéggel is megbeszéljük a kérdést. Az utóbbi időben már nem csak az alacsony piaci árak miatt érkezik több magyarországi látogató Szerbiába. A kedvezményes banki devizalekötések is ide vonzák a magyar állampolgárokat.
A Magyarországon élők és dolgozók nagyobb bizalommal fordulnak a szerbiai bankokhoz, és a magasabb kamatlábak miatt szívesebben tartják itt a pénzüket, nyilatkozta megkeresésünkre a Szabadkai OTP Bank fiókigazgató helyettese. Lukács Csaba elmondta, sok ügyfél jön ide azért, mert nálunk a kamatadó 10%-kal alacsonyabb, mint a szomszédos országban. Egyre több magyarországi ügyfél takarékoskodik Szerbiában, és ezen belül is az OTP Bankban. Ennek több oka is van. Az egyik legjelentősebb ok az, hogy Magyarországon a devizalapú megtakarításokra a kamatok jóval kedvezőtlenebbek, mint Szerbiában. Magyarországon a bankok javarésze forintalapú megtakarításokra fizet magas kamatot, az euróalapú megtakarításokra kamatok elég alacsonyak, addig Szerbiában a bankok javarésze relatív magas kamatot fizet az ügyfeleknek az euróalapú megtakarításokra. Arról pontos adat egyelőre nincs, hogy mennyi magyarországi tartja a pénzét Vajdaságban. Az igazgató helyettes elmondta, egyértelműen növekvő tendenciát mutat a magyarországi ügyfelek száma. A közügyek stúdiójában pedig Fejes Viktor, az OTP fiókhálózat vezetője. Köszöntöm Önt nálunk. Ennyire sok magyarországi hozza valóban ide a pénzét Szerbiában? Tehát ez kimutatható? Hát tulajdonképpen kimutatható. Mi vizsgáltuk az ügyet, de még mindig túlnyomó részt, ami az ügyfélbázist illeti, még mindig túlnyomó részt a hazai lakosság. Mármint a szerbiai? A szerbiai lakosság az, aki jelentős részben részt vesz ebben a portfólióban. Igaz, hogy az utóbbi időben észleltük azt is, hogy megnövekedett a magyar, úgynevezett magyar portfólió áramlása határon túl, de ez még mindig ez nem mennyit teszem. Jelent? Százalékban kimutatható? Nem olyan jelentős. Nem olyan jelentős. Tehát eltérő az adatok, mivel itten tehát egy olyan élő portfólióról beszélünk, tehát ez nem egy olyan megadott dolog, ami mozog hónapról hónapra. Tulajdonképpen a megnövekedés az novemberben történt, mikor a... Összeköthető a magyarországi helyzet alakulásával? Hát részben én úgy gondolom, hogy annak is oka, hogy Magyarországon mostan egy kicsit komolyabb politikai helyzet is van, és ami kicsit komolyabban megsújtotta az ottan levő banki rendszert, és ez részben elképzelhető, hogy kihatott arra is, hogy egy bizonyos számú ügyfél úgy döntötte, hogy a megtakarítását azt más helyen fogja biztosítani, és biztonságban tartani, ezért választotta vagy a szerbiai. Ez azért érdekes, amit mond, mert itt Szerbiában még emlékezünk arra, amikor bankokból tűntek el pénzek. Persze ez a korszak már elmúlt, erről szó sincs, de élénken él az emlékezetben, és azért furcsa, hogy az igen. Európai Unióból Szerbiába menekítik az emberek, most idézőjelben persze menekítik szó a pénzüket. Persze, ez így van. Hát 15 évvel ezelőtt körülbelül fordítva vált a helyzet, akkor a pénz Szerbiából vándorolt át Magyarországra és a többi országokba is sajnos. Mostan jelentős összege annak a pénznek visszajön ide Szerbiába, mert azok az emberek, akik itt éltek, de ottan Magyarországon tartották betétjeiket, azok úgy döntöttek, hogy hát lassan akkor visszatelepítik ezeket az összegeket a szerb bankokba. És jobb itt a kamat az OTP-n belül is, mint Magyarországon? Tulajdonképpen igen, de ez részben azért van, mert teljesen két különböző országról van szó. Uh-huh. Tehát a kamatlábra sok minden kihat, legjobban a kamatlábot, tehát a Nemzeti Bank politikája folyásolja be. És hát tudniillik azt is, hogy hát Magyarországon, tehát a magyar államnak és a magyar bankoknak, magyar bankok sokkal könnyebben férhetnek hozzá olyan pénzforrásokhoz az EU-ból, amelyek sokkal kedvezőbb árazással járnak, mint mondjuk rá a szerbiai bankrendszer. És ez jelentősen kihat arra, tehát, hogy a helyi bankok, tehát az itten levő szerbiai bankok, itten a helyi piacon kell, hogy úgymond van feltalálják magukat, amikor a betét
állománynövelésről van szó. És konkrétan ez a feltalálják magukat, ez mit jelent? Az azt jelenti, hogy hát akkor magas a konkurencia, és sok itt automatikus, a bank. Sok a bank, és automatikusan ez kihat arra is, hogy az árazás is magasabb legyen. Tehát mivel itten nálunk hagyományosan a lakosság euróbetéteket tart, elenyésző a dinár betét aránya, tehát az 10% alatt van a országszinten. Magyarországon meg jobban szorgalmazzák a forint alapú megtakarításokat. Persze, hogy, és nem is annyira jellemző az, hogy, hogy az ottan levő lakosság az euróban gondoskodik, vagy euróban takarékoskodik, ami itten nálunk éppen az ellenkezője, tehát itten nálunk leginkább is euróban takarékoskodnak, és mindent euróban mutatnak ki. Hát ez a... És mekkora ez a takarékoskodás? Tehát most nem azokra gondolok, akik Magyarországról hozzák ide a pénzt, hanem ugye Szerbiában élünk, itt olyanok az átlagfizetések, amilyenek. Tud-e a kisember megtakarítani? Önöknek milyenek a tapasztalataik, hogy kik tesznek be bankba pénzt? Tud. Tehát nincsen olyan törvény, amire azt mondhatnánk, hogy tehát csak egy bizonyos összegen felül vannak betétek. Vannak betétek akár pár száz, pár tized eurótól felfele is. És mindenki tud takarékoskodni, attól függ, hogy mennyire akar takarékoskodni. Ez még mindig, hogyha elemezzük az egész helyzetet Szerbiában, évről évre a betétállomány Szerbiában növekszik. Holottan a gazdaságban pedig romlik a helyzet, és minél rosszabb meg rosszabb híreket hallunk a piacról. A betétállomány pedig növekszik, és vannak a Nemzeti Banknak is bizonyos elemzései, hogy még jelentős összegek vannak kint a piacon, amit a lakosság nem hozott be a bankba. Ez azt jelenti, hogy még mindig dívik a szalmazsák otthon? Igen. Ez csökken évről évre, tehát a bizalom, ami a legfontosabb egy bankolásnál, az úgy én úgy értelmezem, hogy ez növekszik évről évre. Tehát ehhez hozzájárult a Nemzeti Bank is, az ország is maga, tehát különböző törvényeket, amit meghoztak, biztosítják azt, hogy mondjuk ez eddig csak egy bizonyos összeg volt biztosítva ország szinten, hogy minden egyes betét vissza lesz adva annak, aki ezt a betétet beadta a bankba, de tulajdonképpen mostan 50 ezer euróig az ország garantál minden egyes betétért. És az adókkal fontos. Hogy állunk? Itt is Szerbia jobb helyzetképet mutat, mint Magyarország? A kamatadóra gondol? Így. Itt is vannak eltérések. Ami a kamatadót illeti, tehát itten Szerbiában az 10%, Magyarországon nemrég 20% volt, mostan lecsökkentették, ha jól tudom, 16%-ra. Na de nem hiszem, hogy ez annyira kihatna egy olyan döntésre, hogy valaki mondjuk rá Magyarországról úgy döntene, hogy csak ez az adó, kamatadó miatt áthozza pénzét Szerbiába. És még nálunk a hitelek vonatkozásában az OTP Bank mit tapasztal? Tehát még mindig megyünk és vesszük fel a hitelt, a nagy semmire, a fogyasztói hiteleket, ami nem befektetési, ugye, és amiből csak a törlesztés marad, haszon viszont semmi. Ami azt illeti, tehát ez az ilyen kénzpénz hitelek, azok a mostan úgymondván az aktuális hitelek, amelyeket felvesz a lakosság. Szorványosan adódik olyan helyzet is, hogy vannak lakáshitelek is, meg befektetésre szánt hitelek is, de ez nem annyira jellemző a szerbiai piacra. 2008 után jelentősen változott a helyzet, ami a helyi gazdaságot illeti, meg a bankolási piacot is illeti, tehát és a lakosságban is, és az emberek között is változott az a hozzáállás, hogy nem olyan könnyedén döntenek egy lakásvevés mellett. De a készpénzhitel mellett nagyon gyorsan tud az ember dönteni, igen, nem? Mert az csábító. Az tulajdonképpen nem olyan jelentős összeg, és akkor mindenki ezt úgy nézi, hogy ezt könnyebben fogom visszafizetni, mint egy lakáshitelt, és az időfutam is sokkal, de sokkal rövidebb, mint egy
mint egy lakáshitel. Magyarországról ugye hallottuk, hogy nagyon sok devizahiteles becsődött. Nálunk azért erre még remélhetőleg nem kell felkészülni. Nem. Szerencsére, és ezt köszönhetőleg a Nemzeti Bank restriktív eljárásai miatt van ez így, hogy nálunk az átlagos ember nincsen annyira eladósodva, mint mondjuk rá a környezeti országokban. Mostan egy bizonyos mértékben felszabadították ezt az eladósodást, de ez a is a fizetés még... nagyobb része terhelhető igen, most igen, már le. De a bankok nagy része még mindig ott maradt a régi eljárások mellett, azért mert az elmúlt két év tapasztalata szerint tehát olyan következtetésre jöttünk, hogy tulajdonképpen jobb, hogyha a bank kissé restriktív, jobb nem csak a bank szempontjából, hanem az ügyfél szempontjából is. Sokat hallottuk azt is, hogy a dinár alapú hitelek inkább megérik itt nálunk, mint az euró alapúak. Az emberek azonban mégis valahogy az euróhoz ragaszkodnak valamilyen okból kifolyólag. Mi éri meg? Tulajdonképpen, ami a hitelezést illeti, ottan túlnyomó részt a dinár hitelek mellett dönt az ügyfél. Hát leginkább is azért, mert ilyen módon próbálják kiküszöbölni azt a zárfolyamingadozást, amely nem volt annyira jelentős az elmúlt egy évben, voltak egy bizonyos mozgások, de nem annyira jelentős, mint mondjuk rá Magyarországon, ami történt nemrég. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is nagyon szépen köszönöm. Egy hónap múlva indítják az új digitális televíziós kísérleti sugárzás Szerbiában, hogy ez mit jelent, mit kell venni, illetve mit nem kell venni otthonra a tévékészülék helyett vagy mellé. Arra kereste a riportban Orsi a választ, és utána itt a stúdióban mi is ezt fogjuk vitatni. Az elkövetkező egy évben Szerbia 1,5 millió háztartásának kell alkalmazkodni az új digitális átálláshoz, ha továbbra is nézni szeretnék kedvenc tévécsatornáit. Az élet minden területén utolér bennünket a digitalizáció. Digitális korszakban élünk. Legyen szó mobiltelefonról, számítógépről, internetről vagy a legegyszerűbb autóról. Annak is digitális a vezérlése. Ezért nem most utol a tévét is. Egy hónap múlva indítják az új digitális televíziós kísérleti sugárzás Szerbiában. Az adásvételére azonban a hagyományos tévékészülékek nem alkalmasak, ezért vagy új televíziót, vagy speciális vevőt kell vásárolni. Erről annyit kell tudni, hogy a hagyományos tetőanternák már nem tudják, tehát azok analóg jelet vesznek, nem tudják venni ezt az újfajta sugárzási módot, ezért a televízió nézőknek egy kis befektetés lesz szükséges, akik hagyományos televízióval rendelkeznek. Mit értek hagyományos televíziók, tehát nem ez az LCD plazma vagy LED televíziókról révén szó, hanem hagyományos, tehát ez a kocka alakú nagy képernyős vagy kisképernyős tévékről. Ha nem cserélik le a televíziót, hogy nem kell akkor a befektetés, akkor kelleni fog egy set-top box nevezetű beltéri egység, amely átalakítja ezt a jelet hagyományos, tehát analóg jelre, mivel a régebbi tévékészülékek tehát csak ezt az analóg jelet tudják venni. Ez a set-top box berendezés ez durván olyan 3000 dinár környékén vásárolható meg per pillanat. A digitális átállás nem vonatkozik azokra, akik más beltéri egységgel rendelkeznek, mint amilyen a DigiTV is. Maga a rendszer, tehát a beltéri egység már tudja nyújtani ezt a digitális jelet, úgyhogy őnekik ez, tehát a kettő ez független egymástól. Tehát ez a DVB-T jelzés az azt jelenti, hogy földi antennára szól, tehát azért mondom, a szatellit egység, vagyis a műholdas egység, az teljesen függetlenül. Szerbiában tavaszra kezdik népszerűsíteni és beharangozni a digitális átállást. Ezzel várhatóan 2013-ban teljesen megszűnnek az analóg, vagyis a földi antenna rendszerek.
A stúdióban pedig Gazsó Attila, a Pannoner TV munkatársa. Szia, köszöntelek nálunk. Ezúttal a digitalizációról beszélünk majd. Te ehhez nagyon értesz bennünket is, itt oktatsz ebben a témában, több-kevesebb sikerrel. Hát kezdjük, hogy egyáltalán vásárolni kell már most valamit, hogy nézhessük majd a műsorokat? Ez a legfőbb kérdés, ez érdekel mindenkit. Azt hiszem, hogy akik most vásárolnak, azok elsősorban a magyarországi adások vétele miatt vásárolnak televíziót, vagy set-top boxot. És mire figyeljünk, ha vásárolunk? Arra kellene figyelni nagyon, hogyha szeretnénk egy hosszú távú befektetést a televízió vásárlásnál, hogy ez a televízió, vagy pedig a set-top box, amit vásárolunk, az tudja a DVB-T2-es szabványt. Ez mit jelent? Mert ez kínaiul hangzott. Ez azt jelenti, hogy ez a DVB jelöli a digitális földfelszíni sugárzást, a digitális földfelszíni videósugárzást. A DVB-T terjedt el a környező országokban, Európában, mindenhol, mivel Szerbia egy kicsit lemaradt ebben a digitalizációs folyamatokban, ezért ezt lehet lehetőségként is felfogni, lehet egy púpként is felfogni a hátunkon, de... Hát sokan ez utóbbi mellett vannak, ez, hogyha otthon a tévé nézőkre gondol az ember. De lényegében az az idő, amennyit lemaradt Szerbia a digitalizációban, az az idő alatt annyit fejlődött a technológia, hogy megjelent egy új platform, a DVB-T2-es, ami jobb szolgáltatást, több csatornát tud. De mintha bejátszóban nem ezt mondta volna a bolti eladó. Sajnos azt kell tapasztalnom, én voltam egy-két üzletben, rákérdeztem, hogy van-e ilyen DVB-T2-es lejátszójuk, set-top boxuk, tévéjük. Az első elárusító nem is tudta, hogy ezt eszik vagy isszák. Az volt a, mondjuk akkor jár jól a vásárló, hogyha van ott valaki még az üzletben, aki tudja. Én úgy, tehát az én esetemben volt bent valaki még az üzletben elárusító, aki tudta, hogy mi meg ez a DVD-T2. Meg alapvetően te is tudod, hogy mi az, én tehát tudom, így én ezt egy játék, nem is vásárlás céljából, én kíváncsiságból mentem be az üzletbe és kérdeztem, mert látni szerettem volna, hogy van-e egyáltalán ilyen készülék a piacon, vagy az üzletekben. Egyrészt, másrészt kíváncsi voltam arra is, hogy az elárusítók ismerik ezt. Többnyire nem. Ők is most barátkoznak ezzel a dologgal. Akkor várjunk ki, mi vásárlók, tévénézők? Mindenféleképpen. Mindenféleképpen azt tudom javasolni, hogy én úgy gondolom, hogy az idei évben még nem fog elkezdődni a digitális sugárzás Szerbiában. Ez a próbasugárzás különben mit jelent? Hát ez azt jelenti, hogy a hozzám hasonló türelmetlen és valamennyire hozzáértő és kíváncsi emberkék, ők próbálkozhatnak, kísérletezhetnek vele, meg tudják tapasztalni az előnyeit, hátrányait. Az előnye például nagyon, van több előnye, az, hogy energiatakarékos, ez az állam szempontjából nagyon jó. Ugye tudjuk, folyamatosan az elmúlt években folyamatosan energiaválságokról beszélünk, ez egy energiatakarékos rendszer, nagyjából egy tized annyi energiát fogyaszt, mint az analóg sugárzási rendszer, ezen kívül sokkal ellenállóbb a zavarokkal szemben, és sokkal jobb minőségű képet, hangot tud eljuttatni a tévénézőhöz. Ez konkrétan ez a próbasugárzás, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy jelentősen kisebb teljesítménnyel, mint azt majd a digitális sugárzás, a rendes digitális sugárzás elindításakor fel fognak használni, attól jóval kisebb teljesítménnyel, próba jelleggel, teszt jelleggel, ez azt jelenti, hogy ők sem vállalnak garanciát, ők is azt kikapcsolhatják, ők is kísérletezhetnek vele. Lényegében a digitális sugárzás, kísérleti sugárzás már van Szerbiában, Belgrádból és a Fruska Góráról is sugároznak kísérleti jelleggel. Ez
ez az egész folyamat, ez csak azokat érinti majd, legalábbis a riportból is ez jött le, és ezt lehet hallani, hogy akik hagyományos földi antennával nézik, fogják most még a műsorokat? Vagy így pedig van, a Digi TV-vel, stb. Tehát a Digi TV már a nevében benne van, hogy digitális sugárzásról van szó. Tehát akinek van Digi, az semmit nem csinál otthon. És a műholdas vételeknek a több mint 90%-a digitális vételről van szó, tehát akinek műholdas rendszere van otthon, ő jó eséllyel keresztbe teheti a lábát, őt nem érinti ez a probléma. A kábel, akik kábelon keresztül nézik a tévét, ő náluk vagy már digitálisan történik az egész tévé közvetítési rendszer, vagy pedig ezt a digitális átállásban a kábel szolgáltató segítségére lesz, ő megoldja. Úgyhogy ez csak azokat érinti, akik a levegőből éteren át nézik a tévét. Én például a levegőből éteren át is nézem otthon a tévét, ez azt jelenti, hogy a régi antennát, ami körülbelül most már 30-40 éves, hogyha lehet, azt fogom leszerelem, és ennyi volt a története? Vagy? Igazából ennek a digitális sugárzásnak egyik előnye az is, hogy akár szoba antennával is fogható, de ez csak arra az esetre érvényes, hogyha tételezzük fel, hogy ha te csak a szerbiai adást szeretnéd nézni. Most én a Pannon TV-ről beszélek, mert kábel TV-m nincs otthon, tehát a Pannont azt mondjuk földi sugárzásban igen, tudom nézni. Akkor valószínűleg jó lesz az a nagyon régi antenna rendszer is, de különben, hogyha valaki a magyarországi adást szeretné nézni, én azt mondom, hogy ki kell kísérletezni, ki kell próbálni, de igazából az antenna rendszereket is egy 10-15 évente illik lecserélni. Köszönöm a tanácsod. Az, amit mondtál, hogy Magyarországon is ugye már van, tehát hamarosan bekövetkezik majd a teljes átállás, Szerbiában most kezdődik a próba, de azt jelenti, hogy ugyanazzal a kis kütyűvel, amit otthon megveszünk, ha megvesszük, akkor a magyarországira is jó lesz, meg a szerbiaira is? A kérdés nagyon jó. Abban az esetben, hogyha a kis kütyűt úgy vesszük meg, hogy rajta van az a felirat, hogy DVB-T2, MPEG-4, akkor biztos, hogy a kis kütyünk képes lesz a szerbiai és a magyarországi adást is venni. De ez, amit kínálnak az üzletekben például, ez nem? Többnyire a sima DVB-téket lehet találni, és ezek nem tudják majd a szerbiai adást fogni. TV-t vegyünk, vagy pedig kütyüt? Én a TV-t javaslom. TV-t javaslom, mert lényegében az újabb TV-k magába foglalják ezt az egységet, ami képes erre, és olcsóbb így, olcsóbban, jobban jár az ember. Biztosnak tűnik egyébként Szerbiában most ennek a próbasugárzásnak a beindítása, illetve maga a digitalizáció, azt tapasztalatból tudjuk, hogy általában a dolgok késnek. Nem lepődnék meg, hogyha ez különben a minisztérium elfogadott egy ütemtervet, és ez már egy javított ütemterv, ami szerint most gondolkodunk. Lehet, hogy a javított ütemtervnek is lesz egy javítása, biztos előfordulhatnak problémák, és késhetnek is, lehetnek még késések, ami biztos viszont, hogy 2015 nyaráig minden analóg adást ki kell kapcsolni Európa szerte, beleértve itten Oroszországot is, a Közel-Keletet, Észak-Afrikát is, ez egy egyezmény, és ez biztos, hogy be fogják tartatni az illetékes nemzetközi szervezetek. Köszönöm, hogy itt voltál, persze beszélünk majd még az elkövetkező időszakban is a témáról. Én is köszönöm. Idén sem újítják fel a Topolyai Színházat, a mennyezet még 2007-ben leszakadt, hogy azóta mi történik a színházteremmel, azt nézte meg Tünde, és mutatjuk most mi is. Dobozok, elavult díszlet, leszakadt mennyezet, régi kopott falak, ennyi maradt meg a Topolyai Színházból, egy raktárhelyiség. Idén sem újítják fel a színháztermet, így a városban továbbra is a moziteremben tudják megtartani a színi előadásokat és a községi rendezvényeket.
A Topolyai Színház mennyezetének egy része 2007. júliusában szakadt le, akkor életveszélyesnek nyilvánították a termet. A felújítási munkálatok azóta sem kezdődtek el. A Mara Amatőr Színjátszó Csoport 2002-ben alakult Topolyán. Ez az egyetlen társulat a városban. 2004-től önállósultak, és mint Mara Amatőr Színház tevékenykednek. Épp az ő előadásuk alatt történt a mennyezet leszakadása. Az intézmény munkatársai igyekeznek minél jobban kihasználni a művelődési ház moziterme adta lehetőségeket. Mivel azonban az elsődleges funkciója a vetítés, a színházi előadások és egyéb kulturális rendezvények csupán komoly nehézségekkel bonyolíthatók le. Nem színházi előadásokra tervezték a mozitermet, túlságosan meg van terhelve, tehát azt jelenti, hogy az is tönkre fog menni hamarosan. Hivatásos színházok nagyon keveset bírnak vendégszerepelni Topolyán, hiszen ők nagyobb díszlettel rendelkeznek, és egyszerűen nem fér fel az előadás a moziterem színpadára. A középiskolások évzáróján is nagyon-nagyon hiányzik, tehát ez az állapot, ez tarthatatlan. Színházat csinálni annyit tesz, mint értelem után kutatni egy bizonyos tevékenység folytatása közben. Önmagában véve a színház olyan, mint egy régészeti lelet. Mindazonáltal ebben a régészeti leletben, mely elvesztette közvetlen, azonnali hasznosságát, időről időre különböző értékek juttathatók be. Magunkévá tehetjük annak a kor és kultúra szellemének az értékeit, amelyben élünk. Azonban megkereshetjük benne a mi értékeinket is. 2007-ben és az azt követő években az illetékesek pályázati úton szerettek volna segítséget kérni a tartományi művelődési titkárságtól, de nem jártak sikerrel. A Topolyai Színház termet jelenleg raktárnak használják. Csak nem 34 millió dinárra lenne szükség a teljes felújításához. Figyelve az idei évi eseményeket ebbe a pár napban, azt látjuk, hogy egyelőre még a pályázatok nem szabadok, nincsenek olyan pályázatok, amiben ezt tudnánk pályáztatni. Nagy kérdés, hogy honnan tudunk ennyi eszközt kapni a színház átalakítására. Egyelőre abba gondolkozunk, hogy esetleg módosítanánk is ezt a tervet, és hát valószínűleg, hogy tételekben apránként próbálnánk a színház épületét átalakítani. Legnagyobb gondunk természetesen a plafonnal van, utána jönnek az egyéb ilyen dolgok, hát maga a nézőtér, utána a pódium, fűtés, tehát nagyon sok olyan gond van a színház épületében, amelyet meg kellene oldanunk. A községi költségvetésből évente mintegy 2,5 millió dinárt biztosítanak színházra, ezt viszont a moziterem karbantartására fordítják. A stúdióban pedig Turucz Andor, illetve Bogárdi Zsolt a Marából, valamint Csipe Tíme a Topolyai Művelődési Ház igazgatója. Köszöntök itt mindenkit a stúdióban. Attól függetlenül, hogy nincs épület, azért folyik a munka Topolyán, és élénk a művelődési élet, hogyan találják fel magukat? Az előtérben, a régi színháznak az előterében ott próbáljuk megoldani, de szűkös, de azért föltaláljuk magunkat. Mit tudna ehhez hozzátenni? Hát igen, ezt tudnám hozzáfűzni, mint az Andor. Tehát, hogy az öltöző helységben és az előtérben próbálunk nagy erőfeszítésre. És az előadások? Azok a moziteremben szoktak történni, szóval meg tudtuk oldani eddig még. Próbáltunk már a régi színházteremben, és akkor néhány rendező nem vállalta a felelősséget, sőt, még próbán se, hogy legyünk ott, mert egy, hogy hideg is van, még a életveszélyes is valóban. Mi a gond a színházterem felújításával? A színházterem felújításával annyi a gond, hogy jelentős anyagi összegre lenne szükség a teljes felújításához. A helyi közösség tulajdonában van az épület, és természetesen hagyományosan jó kapcsolatot ápolunk a helyi közösséggel. Minden évben van előlátott keretösszeg a művelődési ház épületének a karbantartására, viszont ekkora összeget nem tudnak kiválasztani, hogy elkezdődjenek a munkálatok. Én úgy gondolom,
2007. decemberében ült le a helyi közösség vezetősége, a községi önkormányzat és a művelődési ház vezetősége, és akkor megegyeztünk abban, hogy mellőzzük az előtte napvilágot látott terveket, és a 2007-ben született egy ötletterv, amikor is a jelen színházterem felújítását lenne a cél. Akkor pályáztunk is, a probléma az, hogy a pályázati források korlátozottak, ekkora összeget sajnos sem a tartományi művelődési titkárság, de magyarországi források sem tudnak biztosítani, vagyis van keretösszeg, de nem várhatja el, tehát a topolyaiak sem várhatják el, hogy ugye csak teljes, a persze. pénzt a topolyai művelődési ház felújítására szánják. Most milyen elképzelések dominálnak? Továbbra is az van életben, hogy a jelen színháztermet felújítani. Én csak úgy tudom ezt elképzelni, hogyha a községi önkormányzat, a helyi közösség is már egy pályázati forrás, tehát valami szinten egy közös megegyezés, és legalább, tehát én úgy gondolom, hogy minimum 10 millió dinárra lenne szükség ahhoz, hogy a munkálatok beinduljanak. Mert azt szeretném elkerülni, tehát a községi önkormányzat is hajlandó segíteni, és ebben az évben is két, esetleg 3 millió dinárt maximum ki tudna választani, csak én attól félek, hogy nem tudjuk az abból a pénzből még tető alá se hozni az épületet. Úgyhogy természetesen nem megoldás a moziterem, tehát mint ahogy a bejátszott riportban is hallottuk, nagyon nagy sok probléma van, viszont egyenlőre próbáljuk a mozitermet maximálisan kihasználni, alternatív megoldásokat találni, és kutatni a forrást, hogy honnan lehetne esetleg egy tetemesebb összeget szerezni, és ne csak ilyen apró javításokat, mert mondjuk az épületen nagyon-nagyon régóta nem volt komoly javítás, tehát az apró sminkek már nem segítenek az épületnek. Önök most mire készülnek éppen? Molière, a Fösvény című darabjára készülünk. Hol tartanak a próbával? A vége felett tartunk, tehát még az apró simítások vannak, és még egy-két jelenet van hátra. Hány tagja van most az egyesületnek? Jelenleg 10 taggal készítjük a darabot, mert többen is voltak, de hát ugye ők iskolások, máshol tanulnak, és akkor a hétvégi próbák nem mindig megoldhatók, és akkor hát a rendező is, meg hát a vezetőnk is ragaszkodott, hogy így gyorsabb fog lenni a munka talán. De ezen kívül még hozzátartozik a fénytechnikus, a igen, hangtechnikus, igen. És a... csak ennyi. Ez a kettő ember még plusz. Egyébként a különféle vendég fellépéseket vagy kulturális eseményeket meg tudják oldani községen belül, tehát Topolyán belül? Mármint részben meg tudjuk oldani. Természetesen, mint mondtam, a moziteremben, tehát naponta történnek események, nem csak a művelődés. Mondom is, mert ugye nekünk is van egy ilyen aktuális rovatunk, és mindig tele van a topolyai eseményekkel. Én azt hiszem, tehát nem szeretném távol áll attól, hogy én dicsérjem a művelődési ház munkáját, de úgy érzem, hogy nagyon színes a választék, és igyekezünk maximálisan kihasználni. Nem csak a mi rendezvényeink zajlanak a művelődési házban, hanem természetesen az iskolák, a művelődési egyesületek, civil szervezetek is nálunk tartják a fellépéseiket. A legnagyobb gond az valójában a hivatásos színházak vendégszerepeltetésével van. Itt találtunk egy, nem tudom, hogy mennyire, de most nagyon sikeres, egy picit talán kárpótoljuk a topolyai közönséget azzal, hogy sikeresen pályáztunk a Szekeres László Alapítványnál, valamint a Bethlen Gábor Alapnál, úgyhogy havonta szervezünk színházlátogatásokat Újvidékre, valamint Szabadkára. Többszörös a túljelentkezés, ez is igazolja azt, hogy igény van Topolyán színházi előadásokra és színházteremre. A nagyon nagy probléma, amit nehezen tudunk megoldani, hogy a művelődési ház egyik alapfeladata, amit az alapító a községi önkormányzat kért tőlünk, hogy évente megszervezzük a községi művelődési egyesületek minősítőit, szemléjét, ezt viszont nem tudjuk megtartani a moziteremben, tehát minden alkalommal a sportcsarnokot kell igénybe vennünk, ami valójában további problémákat vonz, egyszerűen az a terem ugye nem erre szolgál elsődlegesen. Köszönöm szépen, hogy a vendégeink voltak.
Már ennyit készítettünk a közügyekben, itt van még azonban Bakos Viktor a stúdióban. Köszöntelek nálunk. Hát a híradózást ma újra megkezdted itt nálunk a Pannon TV-ben. Hol voltál idáig, és hogy tértél hozzánk vissza? Hát ugye én 2006 végétől 2009 derekáig voltam a híradó egyik bemondója. Hát utána személyesok, legfőképpen ugyebár befejeztem az egyetemet, le akartam diplomálni, ami sikerült is, és volt ugye magánvállalkozásom, is tovább folytattam, és most ilyen átszervezések miatt több időm van, illetve megkerestek ugyebár a Pannon Televíziót, van-e kedvem ismét a médiában tevékenykedni. És ezek szerint volt, így igen. Így van, mert azért hiányzott ez az éra, ez a társaság, tehát az egész Pannon RTV kollektívája, úgyhogy örülök neki, és igen, jó érzem magam, hogy ismét a híradó. Túl vagy az első híradón, hiszen fél hatkor volt. Mit szólsz a megújult híradónkhoz? Ezt te még nem láttad, legalábbis belülről. Igen, nem. Tehát a két évvel ezelőttihez képest határozottan úgy érzem, hogy sokat fejlődött, mind tematikailag, mind technikailag. Véleményem szerint ez egy nagyon jó úton haladó műsor, ez az egész, ahogy meg van szerkesztve. Tehát. Így, hogy most teljes öltözékben látunk. Hát igen, tehát nem stílusteremtőként akarok itt farmer nadrágban és zakóban tündökölni, úgymond, hanem ugye bár híradóban nagyjából eddig látszódunk, tehát ez a hétköznapi viselet és a híradós viselet, amikor találkozik, akkor körülbelül ez az egyveleg alakul ki. Milyen gyakran fogunk látni a híradóban? Jelenleg úgy áll, hogy heti két alkalommal, ez valószínűleg, hogy majd, hogyha a hétvégi híradót is bevezetik, akkor ez majd esetleg 2-3 vagy esetleg 4 alkalomra is majd nőni fog, úgyhogy minél többet remélem. Köszönöm szépen, is mehet készülni a hírekre, hiszen 7:30-kor hírek lesznek a Pannon TV-ben, közügyek pedig holnap lesz, várjuk akkor is Önöket. Aki lemaradt valamiről, ott a honlapunk, keresse meg, vagy nézze az ismétléseket. Viszontlátásra!